Először is, akit nem érdekel a téma, az, az kattintson tovább. Tehát már kaptam kommentet, hogy unjátok abba abban az videót, vagy mit tudom én, de hát uh, most ez folyik az életembe, ez az én blogom, úgyhogy arról blogolok, ami történik az életemben. és ha kapok egy ilyen szép nagy szerelmes levelet, mint most János így, nekem, akkor uh, arra kell válaszoljak, és kommentben nem válaszolok, mert unok pötyölni, és három ódat kéne írjak, vagy nyócat. Úgyhogy megpróbálok gyorsan beszélni, ne húzódjon túl de akit nem érdekel ez a, a téma, az, az zárja be a videót, és majd nézze hónap a, a banános videókot. No, János, ide leírta nekem egy nagy levelet, de a lényeg megint az, hogy, hogy, hogy beszélsz, beszélsz, de na mindegy, menjünk soronként itt. Köszönöm a megalapítást részedről, mi szerint abszolút nem tudjuk, miről beszélünk. Dobom is a szakmamot. Kacsintas, vagy mosolygás. Ja, hát... Ugye, hogyha leírtál volna a dolgokat, mint ahogy most is lábba a videóba, a múltkori kommentetben, más lett volna, ugye nem azt írtad, hanem csak el, ugye hülyének neveztél, azt mondja, buta a butaságot csinálsz, meg fog gyúlni a ház. lá fog égni az egész, nem lesz ebből anyaszás. Tehát... Tehát lekezelti, lekezelően leírta a helyet, hogy érveket mondta, vonos megosztottad volna a tapasztalatot. Tehát az, amit mondtál, hogy meggyúl a videokártya, az, az, az ja, arra mondtam, hogy nem tudod, hogy mit beszélsz. 87 fokon ketyeg a kicsike. Az, hogy a te 80 fokig megy fel, nem jelent semmit. Az én kártyám nem megy fel 80 fokig, már úgy állítom be, ahogy ezt már mondtam. Ahogy akarom, hát de. jelenleg 60 Celsius fokon fut. Szépen csendesen, ventilátor 2500 fordulaton alig lehet hallani, felnyomhatnám 3000 egész 1400-ig felnyomhatnám. Tehát ha akarom, én lehozom a hőmérsékletet, lát tudom hozni, ha akarom 50-ra vagy 40-ra is. Most jelenleg 60-on van, ugye, ahogy mondtam, most tapasztalom ki a beállításokat. De 80-on is elfutna évekig, és 60-on 60 még, még lazabban. Úgyhogy nem melegedik semmi ott. Látod? Videokártyát nem ára tervezték és tervezik. Mindegy, mire tervezik, ezt tudja csinálni, és csinálja. Az élettartónk jelentősen csökken, és előbb-utóbb a teljesítmények is az nem igaz, már beszéltem régi bányászokkal, évek óta bányásznak a, azzal a kártyával, és, és ja, nincs gond. De hát ugye nem, tehát egy-két évet, egy -két évet lazán arra az új generációsok, úgyhogy ez, 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 ez inkább vitázni. Egy CPU-ban nap mint nap, ahogyan a GPU-ban is sorra kapcsolnak be, randisztrok, tehát elsőbb mi, bla bla. Nem lehet megbecsülni egy csúcsra járatot, De nincsen csúcsra járatva, hát sőt, még jobb, mikor konstanson megy valami, mert mikor játszott, akkor kihű, melegedik, kihű, melegedik, így egyfolytában konstans hőmérsékleten van, és nincs, a, nincs az a kitágulás és összehúzódástól való a processzor, mikor megcsesződik, hogy hívják, thermal, fissuring, vagy mit tudom, minek hívják, thermal, mit tudom én. Na, úgyhogy Úgyhogy nem, nem csökken a hatásfok. A hűtés tekintetében a legrosszabb, amit tehetsz, hogy 27-35 fokos helyiségben használod a Foc Nagy büszkeséggel vász. Az, azt oda kell ugye, a döfést az oldalbordalhoz be kell tenni. Tehát a Másképp, hogy, hogy akarod egy kicsi dobozba betegyek el négy videókartját, nem fér bele. De a nyitott A, a nyitott a, vagy az még jobb, ugye, mert jár benne a levegő, ha kell mellé, el, teszek egy 20 incses fent, hogy nyomja el a levegőt. De hát van a videokártya, a ventilátorja, meg a tápegységnek is, meg a processzornak is, sütti maga. itt van mellette, a gép, és ne, semmi sem melegedik el túl, abszolút. Há, úgyhogy nincsen gond, hiába kongatod a vészharangot, mert nincsen gond, és azért mondom, hogy nem tudod miről beszélsz, hogyha tudna. Ezt, ezt, kéne tudjad, ha a számítás technika foglalkozó. Amit egyébként is szobahoz terveztek. Mindegy, tök mindegy, hogy mihez tervezték. Ventilátor mit csinál? Megfogja a meleg, levegőcs arrébb teszi. És ennyi. Hogy megúszhatod, de meglátjuk. Ha nem, hogy megúszhatod, de mert ez működik, mert, mert emberekkel, sok olyan emberrel beszéltem, mondom, aki 4-6 videókártya van egy gépbe, és ereszti garázs hőmérsékleten, szobahőmérsékleten, hőmérsékleten, úgyhogy nem kell légkondi. Minden komponens melegszik, még a legszorabb pici az, és úgy van tervezve, hogy armas biztosít a házban. A házban, de itt nem kell ház, ugye? Nem kell, itt, itt menjen el a levegő, itt ott. Úgyhogy nincs, nincsen gond. Tehát ennyit arról. Költségek terén saját magadot csapod be, ami, amikor számolgatsz, és mindig a javodra kerekítve, például UPS már benne sincs a kalkulációban, ha nincs már minimális, sem. azért most mi egy pár volt, ja, nem akar mind 20-30 volt, nem számít apró pénz, 20 dollár egy évben. De természetesen az áron is úgy a szól, ahogy akarsz. 215-230 volt, miért aromfelvétel az nálad, csak 160 volt a kalkulációban. És két kártyával 260 volt. Hát igen, mert ahogy már mondtam a videóba, ugye mikor először bekapcsoltam, minden alapértelmezés sem volt, nem volt semmi optimizálva. Meg akartam mérni, hogy mi mennyit fogyaszt, mi hogy működik. De tudtam már, hogy le lehet csökkenteni a vattot a videokártyának, és azért számoltam 160-nal. Na de most megmutatom, tessék, itt van. János. Még itt tessz a hülyeségeiddel, ezzel állá az időt. Hol van? Tessék, itt van a videókartja, Radeon RX 480 élőben, 61 120 fokon fut, és mennyit fogyasz? 76 Wattot. 71 volt ma az average, 72-73 tehát annyit fogyaszt a videókártya a gépbe mérve. Jó, még le kell tenni, mit tudom, 20-30 wattot, tehát 100 -e watt körül fogyaszt. És megmutatom a, az UPS-nek a 169 watt. Tessék! Úgyhogy én nem, nem kapásból beszéltem, és nem kerekítek, nem izé, spekulálok. Ezek a számok. 169 volt, ugye? És még egy kártyát beszélek, lesz 260. És most readopsz az UPS-re még, mit tudom, 20 wattot lószor, tehát nem, mikor már négy kártyát teszek belé, tehát alapja alatton nem... Na mindegy. Tehát látod. Tehát, ja, két kártyával 260. UPS vesztesége. Vajon van valamennyi veszteség, de hát minimális, tehát... Az hol méred majd? Nem kell mérjem, mert ugye mondtam 8 cent az áramom. megsungom az még kb. 30-40 Watt. És akkor mi van? Tehát, hogyha bedobod a számolóba. Úgy láthatod. Ó, van. Tehát ugye betettem 175 Wattot. abban 169-et mért most látod, ezzel 24 mhz fogyaszt 10 dollárra áramot egy hónapba, 122-t egy évbe. Ugye dobjunk rá akkor 30 wattot, tegyünk 200 wattot, vagy 210-et. És mennyivel több, fog többet fogyasztani? 2 dollárra havonta, tehát 20 dollárra lévente. Tehát, tehát apró pénz, és mikor több kártyát teszek, akkor az, az, az nem fog az, az annyival nőni, tehát... Ja, úgyhogy... Hogy miért kell? Nip picking, úgyhogy a szőrszál hasogatás. Jó, de az, de az... Be, belé fér bőven a centes áramomba. Mondtam, nem mindenkinek éri meg ezt csinálni, de van, akinek megéri. És nekem megéri, hogy elmondtam, de te... De te úgyis nagy fejüsködsz. Na, de menjünk tovább. CPU, GPU, UPS veszteség. Nagyon biztos vagy benne, hogy nem banyalaztam? Mosóik a csintás. Hát azok szerint, amit az előző kommentje itt beírta, biztos vagyok. Ha nem, akkor tudnád, hogy ezeket be lehet állítani, és hogy -e lehet optimizálni, és hogy nem gyúl meg, stb. 25 szervergép banyalzott nekünk, CPU-időkben, és 5 gép végig a a GPU-időkben. Nekünk banyalzott. Ez, 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 nem mond semmit nekem, tehát hol vannak ott számok, az screenshotok, se nem, nem te össze, nem te állítottad be, úgyhogy, e, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy nem bánja azt a, valaki bánja az ott a cégnél, na alatok mit tudom én. De ahogy beszélsz, vagy ahogy eddig beszéltél, abból ott derült ki, hogy, e, hogy, e, hogy, csak okoskodsz, de nem tud mit beszélsz. De természetesen, mivel te most neki, csak is te lehetsz az okos, senki más és addig csavarod az adatokat, és addig bűvészkedsz a számokkal, míg az jó néz ki. De mondom, nem így van, hát megmutatom mindig a számokat, és nem hazudok, tehát látod, mi, mi, mi a bűvészkedés. Tehát te nem mutatsz semmi számot, semmi abszolút zéróá uh, bizonyítéka jártatod a szájadot, és én mindig számokat mutatok, és megmutatom a gépeket, videó, meg mindent, kiszámolom, megmutatom, és úgy se hiszed el, úgy, úgy, úgy is én tévedek. Tessék, itt van élőben, itt ön majd a toargyi a bánya az gépem. Hesserek, 24 meg a hessár. Bevétel egy hónapba 65 USD. Ha, éted? Éted, hogy mennyit lehet keresni? Hatalmasan lehet keresni az étérrel. nem vagyok hülye, bazd meg. János. Nem vagyok hülye, mondtam ma, de mégis hülyének nézel egy folytába. Okoskodsz. Hát nézd meg a fórumokat, tehát nézd meg az embereket, hogy hány gépet futtatnak. Hát ingyen pénz. Hát beteszed a gépet a sarokba, és hesse, négy kártyával, 100 meg a négy kártyával vegyed, az már a 200, eh, ...ennyi, 130, 260 dollár egy hónapban. pász ez nem fog még a világ tartani, majd leadoz ennek a napja, de jelenleg működik, és jelenleg lehet vele pénzt keresni. Hogy meddig, ki tudja. Persze, van benne rizikó, de, aki, aki már az nyár. Na, de ugye jelenlegről beszélünk, nem a múltról, nem a nem a jövőről. Azt ugye mindig mondtam, hogy ja, van benne rizikó, meg nem mindenkinek való. De, ne, ne beszélj hülyeségeket. Tehát én nem büvészkedek, én élőben megmutatom mindig a számokat. És te nem mutat semmit, csak spekulálsz. Most mondom neked, hat hónap múlva másképp fogod látni. Hát lehet, mert hat hónap múlva lehet, ma nem lesz, ma nem éri meg banya ezt a coin, de akkor fogok bányászni egyebet, és átomodni a kártyákat, a pénz visszajön. Tehát, de vesztani nem tudok rajta, sőt. Tehát nyerek, s, nyerek sok minden pénz és tapasztalatot, stb. Amikor kiderül, hogy az aszig gépek már rég üzemeltek. Na hát, most megint jössz az aszikka, de, 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 mit tudsz mutatni? Tehát nincs -e. A nem csináltak aszik gépet. Hát milyen, azt hiszed, ez ilyen titkosított, hó vannak, mutassa, senki, senkinek sincsen. Mutko belinkelté valami kamulinkeket, amit a fórumokon már rég szétszedtek. Hát senki nem vett soha. Hát tudnám, hát a fórumokot bujjan, mondom már ké két-három éve. És az utóbbi időben nagyon ugye, a, a, mióta az éterre felment. Úgyhogy az ASIC gépeket, ja, a bitcoint bányásznak ASIC-os, Ether másfajta ASIC gépke, és nem, nem, fog senki se hülye beléfektetni millió dollárokot, hogy kifejlesztjen éterre ASIC mert, ugye más, másféle a módszer, memória igényesebb, stb. Úgyhogy is tudják, hogy váltnak POS-re, úgyhogy nem fognak beléfektetni. Blablabla, bla, bla. tehát az aszikról nincs nincs amit beszélünk. Nem tudsz bizonyítékot mutatni, úgyhogy hiába spekulálsz. Na ide, na ide kevés a komptia, ne haragudj. Ja, tehát most, most még egyszer oda, oda szúrsz, még egyszer megpiszkálsz, hogy nekem csak egy komptia certifikátom uh, van, hogy én nem vagyok, nincs izé. számítás technikai végzésem, végzettségem, felsőfokú. Tehát mit számít? A banya életében az semmit, zérút, abszolút semmit. Hogy hiába bögdös hőmet szólt se ír. Valamit érdemes tudnod, a bányászok nagy része szerint az kozmetikus, focista és banántármelő, nem pedig programozó vagy rendszertervező. Megint, 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 csak bögdöső, de, de nem mondasz semmit. Tehát mindegy ki, vagy mi a bányászok nagy része, azok a bányászok, akik tudják, mit csinálnak, azok csinálnak pénzt. Az olyanok, mint te, azok nem tudom, mit csinálnak. Tehát nem vagy bányász, csak itt te teteted magad. Minden komolyabb számtekkes életében. Nem vagyok számtekkes, én javítok számítógépeket, se hobbiból lesz, az kipróbálok. És bányászok, hogyha akarok, so nem, akkor nem. Minden komolyabb életében álljon a megpróbálom ideje, de gyorsan le is tesznek róla. De hány ember megpróbál hány minden térét az életibe? És ja, van, aki gyorsan letesz róla. És van, aki nem tesz le. Van, aki kitartó, van, aki ügyes, okos, beléfekteti az ideit. Minden szakmában, minden területén az életnek. Mert lehet boldogulni, lehet pénzt csinálni, lehet hasznot csinálni, lehet mindent csinálni, ugye? Csak adni kérdés, hogy beléteszed e az időt, és az energiát. Én ebbe belétettem, és tudom, hogy, hogy működik és tudom, hogy nem tudok veszteni róla, tehát ezt már annyiszor elmondtam, hogyha nem működik, és eladom, hát nézd meg, mennyit mennek jó ember a izék, a, a zárix -e 480 osok menj be az ebay-re, ne hülyésk egy ember, nézd meg, üsbé, be, már máshol nem lát kapni, láttad, a tegnap mutattam a videómba, a ah, tessék, 320 dollár, én 247 vettem az enyémet, ugye, most nem kapsz, tehát elrendezem a legolcsóbb sorrendbe, és bajtnál nárom nem licitesre, tehát 280 plus shipping, tehát 300 dollár a legolcsóbb videokártya. Ugye most át tudnám ezt a kártyát adni, 300-ét feltenném az ebay-re. 247 vettem. Tehát érted, banyalszok vele egy évet, veszek négy kártyát, úgy ahogy mondtam másik videónkban, 1000 dollárit, banyalszok egy évet, és utána náladom 800 dollárit, hogyha már semmit nem lát beanyaszni. Tehát vesztani nem lát, Ugye? A, megtérülés csak hamis kalkulációkkal, Jó, ja, nem, nem igaz. például nem veszik figyelembe a munkaidőt, amit beleülnek. Jó, ja, mert nem kell figyelembe venni, mert ezt szabad csinálom, tehát ez alatt nem dolgoznék, és nem keresnék pénzt. És ugye ez valamilyen szinten hobbi is, évezük csinálni, meg, meg bütykölni, meg, meg dolgozni ezzel, meg évezetes az egész. Úgyhogy a munkaidőt nem kell figyelembe venni. Abszolút. Adott környezetet mehet felhasználnak. Internet. Hát mi? Az, az, internetet miért kell figyelembe vegyem már? Úgyis ott menjen unlimited, tehát úgyis fizetek érte. Tehát sőt, hogy, és, hogy, ki kell használjam, ugye, hogyha ma interneten van, akkor miért ne használjam ki? Napállám. És a, mi, mi, van a már, hogyha szerelek napelemet? Tehát annál, annál jobb. Ha aznak is kell, arom meg, a, meg a gépnek is. Upiás. Mi, minek? Upiás úgyis kéne. Hát mondom, Ma négyszer kapcsolt ki a, az áram, négyszer ment el, láttam bekapcsolni, mert itt ültem a gép előtt. Pak, bejött, semmi vesztesség, a router nem kapcsolt ki, ment a bányászás. Négyszer kapcsolt ki, tegnap, tegnap háromszor legalább. Tehát mondd meg, most ne vegyek ups Ha nem vettem volna, akkor azt mondanád, hát, miért nem vettél UPS-t? Ez olyan, mint aki Belintiget az elébe, a, a a, 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 a másét. Hogy itt se jó, és se jó, a shopkat, ott. Úgyhogy kell nekem az ups Kell. De amúgy is megvettem volna már a routerhez, amúgy is kellett volna. Tehát látod, mindent, mindent többszörösen használok ki az internetet, az UPS-et, ahol lesz, hogy napalámet szerelek azt is. Úgyhogy az, azt a mind volt, hogy az, az rossz dolog, tárolóhá. Milyen légkond lég, lég, munkáról, mondtam, hogy nem kell kábelek. Milyen kábelek, monddál, milyen. Milyen minden kábel jött a tápegységgás az alaplappal, milyen kábelek. Munkaidő, mondtam, a munkaidő nem munkaidő, mert szabadidőt becsinálod hobbiként, és az alatt úgy csinálnak pénzt. lékondi nem kell lékondi nincs lékondi és nem kell. Tárolóháj, vicce ez, ugye, bévágod a sarokba, satöbbi, mi az a satöbbi, 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 semmi. Gyors kalkuláció, ez alatt az idő alatt kiadta a bla bla bla, és ráment bla bla bla. Na, de hiába számolod, mit 25 dolláros óra bérel? mit veszítettem, nem veszítettem semmit. Érted, de semmit se veszítettem. További pár hónap üzemeltetés és egyéb költségek. Üzemeltetés. Mit kell, olajat nem kell benne cserélni, se izé, fékbetétet. <laughs> János, miért idétlenked szembe? Mondd el. Mit kell? Három, ké, ké három év garancia itt a talpettséggel, a videókártyával is, nem tudom, minimum egy év, de az is lehet, hogy két év vagy három, mit tudom én. Ugye minden új alaplap, proci, mindenre garancia van. Kipúcán küldöd vissza, küldik az újat. Nem kell semmit neki csinálni. Kikapcsolod három havontos, lefújod róla a a port. Nagy dolog. Bévalgod a sarokba, nem kell, milyen? <laughs> hát ide. Ide tánkedsz. Na jó, hol vagyunk? További pár hónap üzemeltetés és egyéb költségek. És csak akkor jön az első, de nagyon szerény profit. Ha mindent becsületesen összeadsz, akkor a végén egy olyan kársasettel számúz, amit egy vízum nélküli mexikói keresne havonta Oroszországban. Ja, a poénkodni lehet, de a temető üres. A, mindegy, hogy mennyit keresek. Valamennyit fogok keresni. És a lényeg nekem azon van, hogy ez mikor ugye össze van rakva, csak áll van indítva, nem kell csinálni semmit, tehát passzív jövedelem. És ha havonta csak 20 dollárt keres, jelenleg ugye mondtam, havonta 65 dollárt keres, Négy kartja havi 286, de hogyha fog keresni csak havi 50 dollárt a négy kartja nekem úgyis nyereség, enni nem kés, sarokba b-vaktad, és kész. Tehát ez nekem nem a főfoglalkozás, ez egy -e mellékjövedelem. Főfoglalkozásként is lehetne keresni, de hogy akkor nagyobb lenne, nagyobb lenne a befektetés, és akkor nagyobb lenne a rizikó. De így nincs benne rizikó, ugye? ha Há szór magyarra már, hogy nincs benne rizikó? De hány szór hogy megétsed, mondd meg. Hány szó. Hát ott van, ne. számítógépet tudom megyébre is használni is. Videokártyák nagyon tartsák az árukat, hát keresre van, nem, nem mondjam, meg nézd meg ebay-en akár vagy akár hó, magyar websájtok is vannak. A videokártyák tartsák nagyon az árukat. Úgyhogy, ja. Meggyőződésem, hogy ma már üzemelnek kisebb aszik anyok, Csak novemberig még ára nem derül fény. Meggyőződés. Én nem hiszek a hívésbe, tehát hiába, hogy te meggyőződve, a te fejedbe, hogyha nem tudsz mutatni semmi bizonyítékot, akkor nem létezik. És senkitős át fórumokon, ahol minden világ részéről mindenhol beszélnek, senki soha nem látott egy, egy, egy éteraszig gépet. Azért már nincs. De hiába okoskodsz. Amíg nem mutatsz el bizonyítékot, addig csak levegőbe beszélsz. Úgy szintén egy gondolat a részemről, hogy novemberig elértéktelenítődik az éter, hisz a bányászat ebben a formában POW véget ér. Az, hogy POS formátumban mi lesz az értéke, senki se tudja előre. Ja, hát, az, az elé fordulhat, persze, elértéken előtt, hát hónap, persze. Csak úgy, mint minden más kriptóval. A POW pedig azt mondta legutóbb, hogy egy éven belül, de lehet belőle két év is. Úgyhogy nem lát tudni, hogy mikor állnak a POS-re, de úgy néz ki, ahogy beszélnek a fórumokon jelenleg, és ahogy amit a developerektől hallnak, hogy még, még legalább egy év. Egy, még egy évig lát bányászni. De lehet egy fél évig, és akkor mi van? Banyasz, kell fél évig, és csinálok pénzt, és utána átállok egy ebet Ugye már tudod, hogy a, a nem tudod, hanem írtad volna, de akkor elárulom, hogy az éternek egy másik hardforkot csináltok, az éter klasszikot, amit, ami soha nem fog pos ra váltani és hogyha az ételt már nem lát bányászni, akkor bányászom az étel klasszikot. És ha az se, akkor, akkor gyártok, -e, akkor bányászok egyebet. És ha semmit se lehet bányászni, akkor eladom a videókartja, akkor egyszerű. Na röviden ennyi. Én is azt mondom. Na röviden ennyi, nem kell megsértődni. Nem vagyok megsértődve. Csak nem szeretem, mikor, mikor félrebeszélsz. És ugye az helyett, hogy, hogy startból adtál volna valamit, tanácsot, ami hasznos tanácsot, amit tudna a startból úgy jössz ki, hogy, -e, hogy buta vagy se, nem tud mit csinálsz, leég, meg fog gyúlni, és nem fog működni. Tehát az, csak eszetlenkedés, úgyhogy nem sétődtem meg, csak remélem tanulsz az esetből. Következő korrient már csinál. Néha nem úgy mennek a dolgok, mint te azt te gondoltad. Hát persze, Figyelj, garancia semmire sincsen az életbe. Semmire. Néha nem úgy mennek a dolgok. Persze, hogy nem úgy mennek néha. Ha. Aki nyer, az már. Tehát bevállalunk dolgokat, van, ami sikerül, van, ami nem. Belikáztam én sok mindenbe, ami, ami nem sikerült, sok mindenbe, ami sikerült. Cs ilyen az élet, te nem vállalkozó vagy? Le ezek szerint lát, hogy nem is vállalkozó vagy. Hogyha ezt nem tudod. póló pólógyartás, nagy üzem videóról. Milyen nagy üzem, na mondd meg, milyen nagy üzem. Vettem egy pólónyomtató gépet, hogy próbáljam ki pólónyomtatást, ugye, amire még nem volt időm, sem, mert közben farmot építek, tornácot építek, és azért egyéb dologgal foglalkozok. Közben átdugult a nyomtatónak a, a fájá, a printhead, és szét kéne szedjem, kitakarítsam, arra sincs időm, meg, meg, meg egyéb technikai problémáim voltak. Úgyhogy úgyhogy a pólógyártás az, az, még folyamatban van, de még, még be se indult, úgyhogy ja. Úgyhogy majd majd azzal is foglalkozok, ugye, mikor rájön az ideje. De ja, hiába piszka, az, mert ez, ez, így működik, hogyha vállalkozó vagy, akkor ezt, ezt kéne tudjad. Hogy közben sikerülnek a dolgok, és közben nem. Mit akarsz? Ne próbálják meg semmit? Azt akarod, a jó öreg magyar mentalitást? Ne csinál semmit! Már úgyse fog sikerülni. Várjuk, hogy az állam lopjon el ál mástól pénzt, adja oda nekünk. Nem azt a, nem azt a nótát játszatjuk itt nálam. De semmi baj, ugye? Csak ne, csak ne csináld ezt az ízét, hogy belé kötök mindenbe, és így, se jó, se jó. az se jó. Ez, ez itt nálam nem fog menni. Remélem van annyi benned, hogy őszinte a véleményem, nem egy títással honorálod, üdv János. Nem, nem tított a laklás, nem törültem le a kommentedet, ott van most is. De csak mondom, hogy hogyha még fogsz piszkálódni így, akkor akkor, akkor nem garantálhatok semmit, tehát mondom. Én hasznos tanács, csak ott szívesen várom és elfogadom. De az, hogy, hogy itt szét mindent piszkálni, miután ugye megmutatok minden számot, minden alkatrészet, ugye sok videót az elmúlt hétben csináltam, hogy kiszámolva ugye mindent, megmutatom, hogy mennyit lehet keresni, amúgy megrendeltem egy, egy kártyát, ami tegyünk 280 megrendeltem egy kártyát, ami ami fog jönni még egy kártyát jövő héten, és akkor már egyből 130 dollárt csinálok a két kártyával. én megmutattam a számokot, mindenhol, a vattot, a hőmérsékletet, beállításokat, Hogyha most se hiszed, akkor akkor, akkor tovább van nincs mit tárgyaljunk. Megmutattam élőbe. Itt van a bánya a szódalom. Itt mutassam, mennyi pénzt keresek. 66 dollárt. 24 megahessel mutassam meg a bánya az programot, is, hogy hószalad. Élőbe azt is. Tehát ez a különbség látod a kettőnk között. Én mutatom az adatokat mindenhol, az árakot, meg a számításokat meg a fórumokat, és élővel mutatok minden számot, ugye mutatom, hogy fogyasztás, mutatom, hogy minden mennyit mutat, ott van 169 watt. Ugye? És te úgy hiszed el, hogyha ott látsz, de viszont azt akarod, hogy én elhiggyem, amit te mondasz, bizonyíték mutatása nélkül. Most érted, hogy az, az mennyire ridikülös? Hm? Hát, hogy milyen szépen hessel a bányagép? Mit kell csinálják vele? Semmit. Bévalgom a sarokba, csókolom taxi. Melyek lefekünni keresi a pénzt. Így csinálják János az okos üzletemberek, az okos bányászok. Talán, talán egy kicsit kérdezhettél volna a dolgokat, tanulja a tőlem, és akkor te is visszatérhetnél egy bányászás, és keres egy kicsi pénzt. Na de semmi harok, csak, csak ne csináld ezt, ezt tovább, mert te, mert nem tűröm el az ilyen viselkedést. Többet soha. Napa.